A főigazgató beszédét követően elérkezett a sokak által várt pillanat. Tizen vehettek át elismerést, kitüntetést kiváló munkájukért. Dr. Katona Klára, a kórház reumatológiai osztályának vezető főorvosa egészségügyi miniszteri dicséretben részesült. Nyilván az elmúlt 37 évnek szól. Elmondhatom, hogy az orvosi pálya minden ranglétráján jártam. Először is voltam segédorvos, alorvos, adjunktus, és 18 éve a reumatológiai osztálynak az osztályvezető főorvosa vagyok. Hát amire büszke vagyok, 10 éve ezelőtt pályázat útján megnyertük azt, hogy felépítettük itt Tolna megyébe az osztályborozis, azaz csonttitkulás központunkat. Nyertünk 2 gépet pályázaton, a megyébe körülbelül 5000 beteget gondozunk. Nagyon örülök a kitüntetésnek, hát részben ez már azért szól a koromnak is egy kicsit, 37 év nem kis idő már. Pestőné Rádi Zsuzsanna szintén miniszteri dicséretet kapott. Ha jól tudom, akkor az eddig elvégzett munkámért, amit az anesztés intenzív osztályon folytatok jelenleg, ugyanúgy fogom csinálni a munkámat, ahogy eddig, és ugyanúgy fogok dolgozni, úgyhogy ez csak egy elismerés, amit nagyon megköszönök mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy ez erre méltónak talált. Az egészségügyi miniszter elismerte továbbá Szalonta József üzemeltetési osztályvezető és dr. Wagner Gyula belgyógyász szakorvos tevékenységét is. Egészségügyi miniszteri dicséretben részesültem. Egy kicsit az ember úgy értékeli, hogy ez 35 év munkájának szól. Picikét ambivalens módon vettem át ezt a díjat, ugye éppen a címe miatt, hogy egészségügyi miniszteri dicséret. Hát most úgy gondolom, hogy erre nem igazán lehet az ember büszke, mert az egészségügyben elég nagyon komoly helyzet van ebben a pillanatban. Számunkra nem megnyugtató, természetesen számomra örömteli, hogy a kollégák így látják, hogy én erre érdemes voltam, és a vezetők így látják a kórházban, azonban ürömvegyül ebbe az örömbe, mert az egészségügy helyzete hát meglehetősen tragikus. Ahogy a múlt igazgató is elmondta beszédjébe, minket ezek a külső körülmények, mert ez is egy külső körülmény, alapjávéve nem határozzák meg az ember, becsületesen próbált, vagy elvégezni próbált munkáját, ugyanúgy dolgozunk, ahogy eddig. Budai Terészt, az ideggyógyászati osztály segédápolóját az egészségügyi miniszter díszoklevéllel jutalmazta. A kórház teljes személyzeti osztálya átvehette az egészségügyi miniszter elismerő oklevelét. Nagyon nagy örömmel fogadtuk ezt a kitüntetést. Én úgy érzem, hogy azt a munkát ismerték el, amit régóta csinálunk. Jó magam 26 éve vagyok itt az osztályon, 26 éve dolgozom a kórházban, de hát enélkül a kedves munkatárs csapat nélkül ezt a munkát nem tudtuk volna elvégezni. Úgyhogy ha mondhatok valamit, hála és köszönet munkatársaimnak, akik segítettek a munkámban, és a kórháznak, a kórház vezetőségének, akik lehetővé teszik, hogy ezt a munkát végezhessük. A miniszteri elismeréseket követően a Balassa díjakat adták át az arra érdemeseknek. Balassa díjat kapott dr. Kőszegi László, szülésznőgyógyász, Horváth Lászlóné vezető asszisztens, Heim Károlyné a betegadminisztrációs csoport vezetője, valamint Grósz Józsefné betanított munkás is, aki a rendezvényen nem volt jelen. Az ünnepséget követően a kórház dolgozói átvonultak a szekszárdi belvárosi katolikus templomba, ahol ünnepi istentisztelet zárta a 2006. évi Balassa napot.